A Meleghegyi víztározó Szlovákia legmelegebb tava, ezért kedvelt kirándulóhely. A tározó vize gyorsan felmelegszik, és a forró nyári napokon a 30 Celsius fokot is meghaladja. A turisták kiszolgálására létesült Drienyok üdülőközpont története azonban mégsem sikertörténet. A több mint 120 férőhelyes szálló üzemeltetése problémás. A komplexumnak az évek során több tulajdonosa is volt, többen bérelték, a falu háromszor kínálta eladásra eredménytelenül. Most az önkormányzat működteti. Senki sem jelentkezett a kiírásra, de láttuk, hogy milyen közkedvelt a hely, milyen sokan keresik fel, nem csak a régióból, de egész Szlovákiából járnak a tóhoz a meleg vize miatt, és nem akartuk őket zárt kapuval fogadni, ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk mi magunk működtetni az üdülőközpontot. Községi KFT-t hoztunk létre, és 2017 óta így gyötrődünk, mert ez valójában csak gyötrődés, magyarázza a polgármesternő. Megpróbálnak fejleszteni és bővíteni, hogy egész évben vonzóak legyenek a látogatók számára. A tervdokumentáció már el is készült. A komplexumban újabb apartmanok kialakításával, hatalmas konferenciateremmel, fedett medencével és szaunákkal is számolnak. Másra egyelőre nem volt lehetőségünk, csak a tervdokumentációra tudtunk pályázni. Erre a leszakadt régiók felzárkóztatását célzó programban a kormány alelnökének hivatalától kaptunk pénzt. A komplex felújítás a kül- és a belteret, a wellness-t, a szociális helyiségeket és a sportolási lehetőségeket is érinti, mondja Jansová. A szállóban az üzemeltetési vezető kísér végig. Jelenleg van itt turista részleg, vannak olcsóbb és drágább szobák, apartmanok, szalonok, több konferenciaterem. A wellness részleg egy ideje nem üzemel, az éttermet bérlő működteti. A szálló vendégek többsége fürödni jön vagy túrázni, de családi rendezvényeket, tanfolyamokat is tartanak itt. Tavaly a járványhelyzethez képest is egész jó mérleggel zártak. A tavalyi nagyon jó szezon volt. A járványhelyzet miatt összesen nem egészen 3 hónapig voltunk nyitva, de amit a koronavírus elvett tőlünk a szezonon kívül, azt visszaadta a szezon alatt. Az emberek nem rohantak külföldre, megtalálták az itthoni helyeket, kirándulási lehetőségeket, szóval itthon költötték a pénzüket. Remélem ez idén is így lesz. Persze, sok függ az időjárástól. Tudjuk meg az üzemeltetési vezetőtől. A strandon, ha beindul a szezon, lehet eveződeszkát kölcsönözni, a teraszon ételt és italt is árulnak, de a legfőbb ok, amiért a legtöbben keresik fel a helyet, az a kellemes meleg víz. Meleghegyről több túraútvonal indul, van itt vadaspark, vannak egykor ősember lakta barlangok. Ahhoz azonban, hogy a központ felújítását megkezdjék, külső anyagi forrás kell. A teljes rekonstrukció nagyjából 3 millió euróba kerülne, ezt pályázati forrásból szeretné biztosítani a település. Határon átnyúló együttműködés és európai alapok felhasználása is felmerült, figyelik a kiírásokat. Idén, hogy pontosan mikor még nem tudni, de az biztos, hogy rövidesen nyitnak. Figyelembe véve, hogy a környékbeli strandok közül idén a Tornajai nem nyit ki, és a Losonc melletti rózsaszállási víztározó is le van engedve, feltételezhetően sokan keresik fel Meleghegyet.